Mint arról a padlón található évszám árulkodik, a németkéri művelődési házat 1972-ben építették, mely az elmúlt 40 évben sok színes kulturális programnak adott otthont. Az épület azonban elhasználódott. Korábban kisebb felújításokat ugyan végeztek, köztük a tetőszigetelését vagy a nyílászárók cseréit, de a mostanihoz hasonló horderejű korszerűsítés nem történt. A munkálatokat augusztus közepén kezdték a németkéri és paksi szakemberek. Tetőráépítés, épület aláinjektálása és némi belső épületgépészeti munkákra fogja futni ez az összeg. Természetesen nem lesz kész a teljes felújítás, de jövő évi költségvetésben bízunk abban, hogy be tudjuk tervezni a maradékot. Az épület aláinjektálása megtörtént, a tetőráépítés most van folyamatban, és hát utána jönnek a belső gépészeti munkák. A felújításra támogatást a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványtól nyert az önkormányzat, de a testület további 15 millió forint körüli összeget különített el a további munkálatokra. A belső átépítés a tervek szerint jövőre valósul meg. A településen nem ez az egyetlen épület korszerűsítés, a helyi általános iskola tornatermében is dolgoznak a szakemberek, mely munkálatokról bővebben pénteki híradónkban láthatnak.